Vasárnap pedig a remények szerint újra megtelik a nagy templom. A Magyar Állami Operaház hagyománya, hogy a Minden Szentek Halottak napja alkalmából műsorra tűzi azt a gyászmisét, amelyet sokan egyenesen gyászoperaként tartanak nyilván. Giuseppe Verdi nagyszabású requiemje egy operakomponista őszinte színpadi muzsikája, amelyben tragédia, fájdalom, remény és vigasztalás színei keverednek operai stílusban. Verdi nyelvezettel fogalmazva, szívszorítóan intim pillanatoktól a döbbenetes tablókig. A hangverseny vasárnap 19 órakor kezdődik a református nagy templomban. Jegyek 1000 forintért válthatók. Csütörtöktől már nem lehet fizetni, pontosabban senki sem köteles elfogadni a régi, 2017 előtt kibocsátott ezres bankjegyeket, amelyekből még több mint 10 millió lehet forgalomban. A határidő után a régi 1000 forintos bankjegyek 3 évig minden bank és postafiókban, 20 évig pedig a Magyar Nemzeti Bank lakossági pénztárában díjmentesen beválthatók azonos címletű új fizetőeszközre. Folytatódik az óvodák felújítása, az erre elkülönített költségvetési keretből újabb intézményekben végezhetnek el, több esetben már halaszthatatlan munkákat. A Szűcs telepen a Fűtőház utcai óvodában kicserélték már a nyílászárókat, de az udvaron belül is folyik a munka. A régi faajtó, illetve ablakok helyére új modern műanyag került és kerül. A Deák utcai bölcsödében pedig a konyha felújítása zajlik éppen. Itt azért is igazán látványos a munka, mert teljes lefolyócserét is elvégeznek a napokban a szakemberek. De új csapok is kerülnek a régi, elhasznált és már sok esetben nem megfelelően működők helyére.